29. alkalommal gyűlt össze az állatenyésztő szakma Hódmezővásárhelyen. Tradicionálisan ez az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb állatenyésztéssel kapcsolatos kiállítása. Természetesen mi is itt vagyunk, és az állatenyésztéssel kapcsolatban több dologról kell beszélnünk, hisz meghatározó kérdéseket kell most majd megvitatnunk. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az Európai Unión belül a Green Deal egy olyan politikai irányzatot akar erősíteni, ahol egy szélső, zöld, erőteljesen gazdaellenes lobby az, amelyik ellehetetleníti a termelést, az élelmiszer előállítást. Mindezt úgy egyébként, hogy környezeti értéke nincs vagy alig van. És ez egy olyan kérdéskör, amit nyilvánosan kell megvitatnunk, és ezek az alkalmak nagyon alkalmasak arra, hogy ne csak a szakma, hanem az érdeklődők számára is beszéljünk erről, hisz itt körülnézünk, azt látjuk, hogy nagyon sok család is eljött, és az ő véleményük is fontos, az ő álláspontjukat is meg kell ismerni, és adott esetben felvilágosítani őket, hogy az állatenyésztés az nem az állatkínzásról szól, a mezőgazdaság pedig nem a környezeti értékek tönkretételéről.